A Notre Dame Párizs legismertebb gótikus stílusban megépített temploma, ami a párizsi főegyházmegye székesegyháza is egyben. A Notre Dame jelentése a mi asszonyunk. Ez a kifejezés Szűz Máriára, nagy boldog asszonyra utal. A Notre Dame katedrális helyén a római korban egy Jupiter templom állt, azt követően pedig a korai kereszténység megjelenésével négy templom követte egymást. A Notre Dame épületének alapkövét 1163-ban harmadik Sándor pápa fektette le, ám a templom 1320-ig épült, 157 évig. 1548-ban a hugenották tönkretették a templom szobrait, mondván túl idolosak. Szobrok tekintetében a 16.-17. századi átalakítások kezdetüket vették, hogy a szobor problémát orvosolni tudják. A francia forradalom idején komoly károkat szenvedett, Napóleon volt az, aki ígéretet tett a helyrehozatalára, de jelentős lépések nem történtek az ügyben. 1831-ben Victor Hugo megírta a párizsi Notre Dame című regényét, aminek főszereplője maga a Notre Dame volt. 1845 és 1878 között az eredeti terveknek megfelelően újjáépítették. 1944-ben Párizs felszabadításakor kisebb sérüléseket szenvedett a templom, golyók fúródtak a falba, illetve több középkori ablaküveg kitört, amiket a későbbi felújításkor modern üveggel pótoltak. A katedrálisban ünnepelték a franciák a felszabadulást. Az épületről már messziről látható a gótika számos szimbóluma. Monumentalitása az egyház nagyságát, győzelmét szimbolizálja. Beltere a templomnak öt hajós, tehát a szándékot nem csak külsőségekkel igyekszik kifejezni. 6000 fő befogadására képes. Az épület díszes bejárattal, díszített ólomüvegablakokkal, rózsaablakokkal, szobrokkal rendelkezik. A templom orgonája is különlegességnek számít, hiszen 1334-ben került oda a hangszer. 1730-ban az orgonát 5 manuálosra és 45 regiszteresre bővítették 16. Lajos francia király óhajára. Körülbelül 7800 sippal rendelkezik, az évek során többször felújították. A ma ismert nagy orgona 113 regiszteres, 5 manuálos. A világ legjobb orgonájaként tartják számon.